Sziasztok, Zsozi atya vagyok, és ez itt az Chamnézia, Death is the Chamnézia. Többen ajánlottátok nekem a játékot, hogy próbáljam ki, illetve játszak vele. Hát egye, fene bánja, kánya, mennyi fürödni a kádba, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megyek vele egy kört. Semmit nem tudok a játékról, egy percet nem játszottam még vele, úgyhogy fingom nincs mire számít, csak csapjunk is bele a lecsóba, én azt mondom. Micsoda betöltő képernyő, gyerekek. Annyit tudok, hogy a főhőst Danielnek hívják, és itt meg is áll a tudomány. Az átvezetőket nem fogom elnyomni, hogy ti is értsétek, lássátok. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Úgy tűnik kicsit skizi a srác, skizi, valami nem somakkol, ha lehet így mondani. Esik az eső, házik a keverő, húzd be gyorsan a keverőgépet, a betonit keverő. Daniel úgy látszik, hogy egy legénybúcsú után, mint a Másnaposok című filmben, azt se tudja, merre van arccal. Hú, kicsit még izé is van, homályosodás. Jét nyomjak, emlékeztető. A folyadék nyomokat kell követnünk, gyerekek, hát ez megható. Erre, nem erre. Júj, kihajoltunk. Itt van egy szobánk. És van egy doboz, fogpiszkálunk. Ja nem, hogy ezzel tudok gyertyákat gyújtani, és a tabnál láthatom. Ó, mint a Don't Starve-ba. Minden rendben, kristálytiszta az elmém, és pénztárcám is üres. Meg van nálam egy doboz, fogpiszkáló. Nagyszerű. Folyadéknyomok. Ez a rózsaszín folyadék? Hát nem tudom, milyen folyadék lehet ez. Valami nőgyógyászati probléma állhat e mögött. Azt gondolom. Sötét. Mi van, Daniel? Térj magadhoz! Visszaütött a kábítószer, amit fölszívott a legény búcsún. Ezek a vizék nagyon bizalmatlanok, mintha mozogna. Le is veszem a fejét. Ha bírom, lebírom. Mit csináljak? Aha, megvan, jó. Meg tudjuk vizslatni a tárgyakat. Nagyon sötét van. Direkt van ez biztos, mi? Oh my god! Nem kellett volna annyi kábítószert magadhoz venni. Daniel! Az Isten áldjon meg 100 gyerekkel! Ó! Hát... Nem is tudom, mit mondhatnék. Jó hangulata van, kirázott a hideg, a meleg, majd befostam. Még egy doboz fogpiszkálónk van. Benézzünk ide is. Egy jó seprünk is van, de nem tudom, azt tudjuk használni. Mert itt össze kéne seperni a nőgyógyászati folyadékot, mert ez gusztustalan. Nem tudjuk. Ó, micsoda freskó, gyerekek! A pásztor épp elterelte figyelmét egy magasan repülő Boeing, amikor a srác meglátta ezt, megkívánta a tehenet és gondolta, beakaszt neki, míg háttal hegedül a pásztor. Itt pedig a hagymapucolás közben könyvelábat fehér ruhás nő szemét vigasztalja a piros, hogy legközelebb búvár szemüvegbe vágd a vörös hagymát, Mari. Közben sóhajtozik a karakterünk. Ott meg az öreg pókot lát a sarokba, gondolja, kiáltja is, hogy nézd, Gazsi, mekkora pók, bazd meg, és nézik mind a ketten.
Ne legyen már ilyen sóhajtozás. Megnézem már gyerekek, bocs, hogy följebb tudom-e venni a fényerőt, mert ez így nem lesz jó. Sötét van, mint a desznyó. Itt a gamma. Ó, itt aztán lehet. Így már egy kicsit jobb lesz. Talán. Hogy azért ne veszítsük el a hangulatot. Ó, még egy doboz fog piszkáló. Meg egy feles. Megmozdult a csillár, mert pofám verdestük egy doboz. Hú, nagyon idegesítő, hogy így léheg a karakter. Kicsit kezdek félni tőle saját magamtól, úgymond. Sovány van a szvágtál, vagy issuk ki az ajtót. A teheret kényeztető pásztor legény mellett. Most ezeket a gyertyákat én meggyújthattam, de minek? Hát nincs itt semmi. Szinte nem is félünk. Ó. Oh. Jó van már Daniel. Mozog a csillár, meg itt szaladgálnak. Leveszem a fejed, nehogy nekem szaladjál. Bár nem hiszem, hogy változik valami. Ember. Nem történik semmi, de be vagyok parázva. Úristen. Mi van veled? Daniel. Térj magadhoz. Átlátunk a vízi, a map alatt. Nem baj. Hú, gyerekek, hát ez egy... Noki játék. Nézzük, mi van az idegrendszeremmel. Enyhe fejfájás, migrén, terhes vagy, Daniel, terhes! Jesus! Na ne idegesítsetek már. Hát oda biztos nem megyek, mert rohadt sötét van. Legalább van ott egy szekrény. Ó, a templomba járó ingem, ezt kerestem évek óta. Hogy került ez ide? Ó, de jó világos van, itt is kielemezzük a képeket. Jó van már, mi van veled, Jóska? Takarodj! Ilyen sötét lett hirtelen? Kiszellőztetek meg valaki befingott, úgyhogy kilegyezem. Szörnyű. Hát be lehet fosni komolyan, gyerekek. Arra nem megyünk. De megbolondul szegény Daniel még ennél is jobban. Amomondó vagyok, hogy menjünk erre. Jó van már, minden sarkon a szél ijeszget. Kijutunk az udvarra, vagy mi? Lehet. Mert ott világít a fény. Ja, ez egy raktár. A többi gyerek cukkolta, a neve egyre hangosodó iramban zengett, ösztönözve őt, hogy megtegye, tényleg ezt teszem? Gondolta a fiatal fiú, és egy kővel mért csapás áldozatára. Ez mik ezek a komoly kis történetek itt? Itt megint fúj a szél bent a házba. Lecsapjuk a legyeket. Nem tudom mit kezdeni ezek mással, ezekkel a könyvekkel, csak legyeket csak. Jó, menjek tovább, mintha semmi nem történt volna. Ne ijeszgessetek már, gyerekek. Be van tépve nagyon az a Daniel. Enyhe fejfájás még mindig, gondolom ez... Elénekelnénk a basznak, a verebek, a jegenyefán. Uuuap, wapap, suap. Akkor lehet, hogy megvigasztalódna. Jó van már, hát... Jó ég. Mi van ezzel a Daniel, a gyerekek? Tab. F. Gyors a lámpa. Jó van. Most, na most gecizzetek. Fény van. Hú. Hát egész jó kis játék, tulajdonképpen, hogy nem történik semmi, és közben mégis be vagy darázva. Hangulatos. Remeg a kéz, hát meg kéne innen a napi alkoholadagot. Jó ég, mik ezek? Csótányok. Tehát ez csótány.
húzzunk innen a véresbe, azt mondom. Mielőtt Daniel... de kemény voltam, fölgyújtottam egy fákját, hogy ne legyen a sötét. Ó, ott valaki nagyot esett. A monolit födém réteg szerkezetét itt meg lehet látni. A monolit lenne. Vonuljunk tovább. Gyerekek, nagyon sötét van itt. De mindjárt elfogy a izénk. Miért lett ilyen sötét? Meggyújtottam azt a retkes fákját. Jó lesz már. Remeg a ház. Szekrény. És ismét van egy doboz. Fogpiszkálunk a józsefvárosi piacról szerzett kínai gyerek kezével által készült 1 forintos órabérért. Ilyen szőnyeg mellől szereztünk ismételten egy doboz fogpiszkálót. Ne bántsatok. Hú, mennyi cefre, öcsém. Itt aztán el lehet mulatni az időt. És mi van? Mi van? Nem maradt olaj a lámpámba. Ja, itt is van az olajunk, jó. Gyorsan tegyük bele az olajt a lámpába, gyerekek, mert borból jó a kannás. Nézzük az elmeállapotunk. Még mindig remeg a kéz, nem kapta meg a felesét. Hát itt most megihatja Daniel cimboránk a... Igen, de becsuknánk az ajtót, hogy ne támadjanak meg minket, nem itt eddig olyan sok. Ó, egy kar. Ha ezt akart megrántod, de lemegy a szar, meglátod. Akár csak a WC-n. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left. Daniel jegyzete önmagának. Ne félj, Daniel, nem mondhatom el, hogy miért, de tudd, én döntöttem a felejtés mellett, mert seggbe pattintottak a kannibál fekete bőrűek. Nem az van írva amúgy, nyilván. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. Bitter anger in you! This will sound horrible. Go to the inner sanctum. Öld meg! Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. His shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Jó hangzik, gyerekek, jó hangzik. Meg kell ölnünk valakit, miközben egy árny üldöz minket. Lehet, hogy ez a helyi providentes. Daniel sokat igényelt, sok izét, azt nem fizette vissza. Még mindig remeg a kéz? Ó, már nem. Ismét enyhe fejfájással küzdünk. Egy illatos rózsaízét érezte szájában, az alkohol nem tudott feldolgozódni a májában. Jesus! Ez is jobban hangzik, mint hogy a szultán kenyér gondolta, nem tudtam végigolvasni, mert eltűnt. Haladjunk tovább. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? Azta! Egy nagy szűzhártya! Vagy valaki felköhögte a sleimet. Ez mi a tököm, gyereke? My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Azt mondja. Még a tapintása is olyan egyébként. Azt mondja, hogy nem lehet elszakítani se szájjal, kézzel, eszközzel, füllel, orral se. Ennyi. Srácok, én azt mondom, ennyi lett volna ez a videó, ha szeretnétek esetleg folytatást.
vagy akár csak véleményt nyilvánítani kommentben. Megteheted, nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó, illetve tisztelj meg azzal, hogy felcsiratkozol. Zsozi atya voltam, köszöntöm a figyelmet, és hogy velem voltatok. Szevasztok!